Olá Mátyás László és testvére Olá Katalin Kinga szobrászművészek, valamint Kisadél festőműveiből jött létre a 2356-os névre keresztelt kiállítás, melyet az alkotók az 1956-os Emlékbizottság felkérésére készítettek el. Az alapkoncepció a forradalom kikerülhetetlen, emblematikus alakjainak bemutatása volt. Ugyanakkor egy fontos eseménynek, összecsapásnak is emléket állítottak. A jutadombi csatának az a jelentősége, hogy mindig vannak a világtörténelemben olyan csaták, amikor egy szuperhatalommal szemben, egy szinte esélytelen csatában sikert érnek el. És a jutadombi csata az ilyen volt. Tehát amikor az akkori egyik szuperhatalmat lényegében egy csata erejéig megverte a Magyar Honvédség, és ez kiemelkedő. A művész testvére elmondta, a portré alanyok kiválasztása könnyen ment. Mindenkinek volt egy-két szívügye, akihez ragaszkodott. Azonban ezek nem ütköztek. Az alkotók szerencsések voltak abból a szempontból, hogy a szöveges források mellett fényképekre is támaszkodhattak. Sok mindent a fotóról meg tudunk állapítani. Volt olyan, akinek utólag olvastam az életrajzát, akin több idő volt, vagy elakadtam, ahhoz olvastam hozzá. Mindegyikhez azért olvastam is, úgyhogy a kettő együtt, mind kellett. De sok minden látszik az arcokon. Akkor ugye itt tárgyalásokon készült fotók vannak, ott a karakter nagyon látszik mindenkinek. Valamilyen szinten az életrajzoknak is utána néztem, főleg, hogy egy album is kapcsolódik ugye ehhez a kiállításhoz. És ez eléggé sokat számított, amikor én festettem az ő portréikat. Nagyon sok fényképet találtunk, hát volt, akiről nagyon rossz minőségűeket, és általában több fénykép egyvelegéből hoztam én létre ezeket a színes portrékat, mert ugye nem tudtam, hogy most barna szeme, kék szeme, tehát egyáltalán milyen szeme színe volt valakinek, vagy a bőrszíne milyen. A kiállítás megnyitójára ellátogatott dr. Miklós Péter, a Hódmezővásárhelyi Emlékpont intézmény vezetője is, aki kiemelte annak fontosságát, hogy 56 üzenetét minél többféleképpen továbbadjuk. Mint elmondta, mára egyre kevesebben vannak, akik a forradalmat elítélően negatívan értelmeznék, esetleg ellenforradalomról beszélnének. Én azt gondolom, hogyha ezek az értelmezési keretek megszűnnek, és egy kellemes történelmi táblat alakul 56-ról, a szekértáborok, hogy én mondtam a verset, vagy a másik, vagy én mentem a fegyverrel, vagy a másik, ezek megszűnnek, akkor közös értékként a szabadság értékével együtt itt lesz nekünk 56, és a magyar nemzet nagy felemelő pillanata lesz október 23-a is. A rendezvényen a József Attila Gimnázium növendékei is közreműködtek, rövid verset szavalva el a hősök tiszteletére. A kiállítás 2017. december 9-éig tekinthető meg. Ezt követően várhatóan Budapesten a Zsil utcai Történettudományi Intézetben kerül majd elhelyezésre.